Sokan voltak kíváncsiak arra, milyenek az idei esztendő borversenyének győztes borai a legjobb negyük mustráján az aranyos kóstoló elnevezésű rendezvényen. Számarányát tekintve pont annyi minta érkezett az idei versenyre, mint két esztendővel ezelőtt, amikor legutóbb összemérhették boraikat a szekszárdi gazdák. A változás abban van, hogy érezhetően megjelentek a kínálatban a jó minőségű fehér és rozé borok. Mindezt fogalmazta meg Westergombi Csaba, a verseny főszervezője, nem jelenti, hogy a szekszárdi borvidék ne tartaná meg alapvetően vörösboros jellegét. A legtöbb minta a 2017 és 19-es évi adatból érkezett, amely kiemelkedően sikeres volt a borvidéken, ami meglátszott az eredményeken is. 73 aranyérem született, ami több is, mint az engedélyezett 30%, tehát több érmet sikerült kiadnunk, mint amennyit hivatalosan lehetne a borversenyen. A bor és a borászat továbbra is stratégiai ágazat marad a térségben, mondta Horváth István, Tornamegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, hiszen nem csak a termelés, hanem az ehhez kapcsolódó turizmus is közel 1000 családnak ad munkát, és termel bevételt a térség számára. Mindenféleképpen a borászat stratégiai ágazat, eddig is az volt. Hogyha megnézzük az elmúlt 15 évnek a turisztikai beruházásait, akkor a fürdőturizmus mellett a borászati turizmus, ami a legtöbb forrást kapta, és ezzel Szekszárd nagyon jól élt. És itt nem csak Szekszárdot értem ez alatt, hanem azt a közel 20 települést, aki a szekszárdi borvidéknek a része, és a borászatokba gyakorlatilag több 10 milliárd forint forrás érkezett. Ehhez a borászatok hozzátették az önerejüket, és ezáltal komoly értékeket hoztak létre, ami egy olyan komoly foglalkoztató is. Az idei borverseny fődíjas borát a Prantner Pince termelte, akik további 8 aranyérmes borral a legeredményesebb pincészet díjával is gazdagodtak. Rengeteg aranyérmet osztottak ki, tehát jobbnál jobb borokat lehet találni. Ezek között igen, az elég nagy elismerés, hogy borokat és aranyérmeket kaptak. A zsűri további 5 pincészet borának ítélte oda a kiemelkedő minőséget jelentő nagy aranyérmet.